5 évvel ezelőtt hunyt el Cseri Kálmán, református lelkipásztor. 1939. áprilisában Kecskeméten született. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte, azután Cecén, majd Budahegyvidéken szolgált, mint segédlelkész. Jó Sándor halálát követően 1971-ben a Pasaréti Református Gyülekezet hívta meg, és nyugdíjba vonulásáig 2010. júniusáig a közösség lelkésze volt. Gyermekkoráról, hitre jutásáról így vallott. 39-ben Kecskeméten a világra jöttem, mégpedig úgy, hogy édesanyám akkor már 39 éves volt, és még két öcsém adott életet, és ez mint egy előre jelezte, hogy az én életemben minden jóval később történt, mint ahogy az az átlagban van. Mindennel megvárakoztatott Isten, de így visszatekintve látom, hogy mindent a legbölcsebben időzített. A konfirmációm után volt egy evangelizáció Kecskeméten, az ébredés végének a szeléből mi még kaptunk az 50-es évek elején. És az az evangelizáció úgy kezdte nyitogatni a szememet. Sok mindent akkor értettem meg, amit előtte magyaráztak nekünk, de különösebb fordulat nem történt. Aztán 17 éves harmadikos gimnazista voltam, amikor az utolsó ifjúsági evangelizációt még engedélyezték, utána évtizedekig ilyenre nem kerülhetett sor. És azon a héten számomra napnál világosabb lett, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és az én elrontott életem között közvetlen összefüggés van.